cégünk 1990 óta van a magyar piacon, egy finn cég vagyunk. 1990-es években még vegyes vállalatként kezdte a működését, az elektromos művek is részese volt a cégnek. Most már 100%-os finn tulajdonban működik a cég. Az Enzo a tulajdonos nevére utal, Enzio Miettinen volt a tulajdonosa. Az idén ünnepeljük egyébként az 50 éves fennállását a cégnek is, ezzel kapcsolatban ünnepségsorozatot és egy reklámkampányt is indított a cég. A cég budapesti központú, a működésünket is Budapesten kezdtük, és mivel a elektromos művek és az Enzo vegyes vállalataként kezdtük a működést, így a elektromos művek irodaházában béreltünk az első időszakban irodát. Amikor a finnek többségi tulajdonra tettek szert, a vállalatban is úgy döntöttek, hogy itt Budapesten egy saját tulajdonú iroda és raktárépületet építenek, és ma is ebben a saját tulajdonú épületben vagyunk, itt a 4. kerület Komp utcában, és itt egy helyen vagyunk, van egy kis vevői szervizünk a földszinti részen, és egy szép kis raktárunk, valamint ez az irodaház, amiben most is vagyunk. Összességében durván egy ilyen 1000 négyzetméter takar ez a két szint. A fő tevékenységi körünk a kereskedelem. A magyar áramszolgáltatók részére szállítunk anyagokat. Elsősorban, ami a cégnek az eredeti terméke, a szabadvezetéki szerelvények. Ez az egyik fő területünk. 1993-ban indult a kábelszerelvény üzletág, és ez a Rehem nevű németországi cég. Mi vagyunk az egyik disztribútoruk Magyarországon. Ez a másik fő üzletág, ami adja a bevételünk nagyobb részét. Ehhez kapcsolódóan még néhány kisebb terméket felvettünk a palettára, ami ugyancsak kiegészítő termék. Tudunk vezetéktartó falsztopokat szállítani, ezeket is Finnországból, egy Fintrepo nevű cégtől szállítjuk. A 4. termékkör, ami még kapcsolódik, bizonyos szerszámokat is árusítunk, ezek a Dubuis francia cégtől jönnek. Olyan présszerszámokat árusítanak, amik a kábelszerelvényekhez kellenek. Az 5. termék, és talán a jövő szempontjából ez mutatkozik a legígéretesebbnek, egy univerzális kábelt, ami a svéd Ericsson nevű cégnek a terméke. Ez egy olyan kábel, ami mehet szabad vezetékként, föld alatt, víz alatt. Az árbevételünk az tavaly 1,5 milliárd forint volt. Volt egy durván egy 5 évig tartó nagy projekt, a közvilágítás felújítás. Szinte az összes településen a közvilágítás jelentősen megjavult. Ehhez mi nagyon sok szerelvényt szállítottunk. Vállalatunknál 14 fő a létszám. Büszke vagyok rá, hogy minden olyan tevékenység megtalálható a vállalatban, ami én mondhatnám, hogy inkább hagyományos vállalattá tesz minket. Vannak kereskedőink, önálló a könyvelésünk, vevői szolgálatunk van, önálló külön raktárosunk van, akit alkalmazunk, sőt még van egy kis transzporterünk is, amivel mi szállítjuk, minden nap elindul valamelyik irányba az országba, és tesz egy kört a termékeinkkel. Az integrál rendszer mellett nekünk is van természetesen ISO minősítésünk, nyomon követhető és egy megbízható szolgáltatást tudunk nyújtani a magyar vevők számára. Nekem a legnagyobb kitüntetés az, hogy visszajönnek a vevők, és tudják a piacon, hogy mi az az Enzo. Nekünk az a vevők által pozícionált helyünk van a piacon, hogy egy megbízható cég vagyunk, aki 18 éve itt működik a magyar piacon, az már egy jó jel. Alapvetően ez a vevőközpontúság, amiről oly sokan beszélnek, oly sokat, de én úgy gondolom, hogy ez nálunk megvalósul. Ez tényleg nem csak szlogen. Ez nagyon-nagyon fontos a cégünknél, és ami ehhez társul, ez a rugalmasság, amit mi tudunk nyújtani. Ez nagyon sokat segít ebben a nehéz piaci környezetben. Annak kapcsán, hogy a cégünk ugye 50 éves, én bízom benne, hogy még 50 évig fennmarad az Enzo, és mi is itt leszünk a magyar piacon, és megőrizzük a vezető pozíciónkat ezekből a termékekből.